A hetek óta tartó esőzés miatt már a földszinti lakások is beáznak a Kodály köröndön a leégett palotában. A világörökségi épület egykori lakói most attól félnek, hogy a ház végül annyira rossz állapotba kerül, hogy már sohasem mehetnek vissza az otthonukba. Most azért harcolnak, hogy legalább egy ideglenes tetőt kapjon a műemléképület. Ez július 15-én történt. Épp a tetőt javították, amikor egy szikrától lángra kapott az épület, leégett a tetőszerkezet, és az Andrássy úti palota életveszélyessé vált. Mind a 40 lakót ki kellett költöztetni, ők még mindig vissza-visszajárnak, hogy mentsék, ami menthető. Jöttem pakolni, leszedni a csillát, mert az esemeten lakom, és sajnos olyan beázások keletkeztek a lakásomban, mint hogyha kint esne az eső. És még a meglévő értékünket próbáljuk kimenteni. A cég ellen, amellyel 14 évvel ezelőtt szerződést kötött az önkormányzat, csődeljárás folyik, pedig nem is olyan régen még 100 milliós luxus lakásokat akartak építeni a tetőtérben. Cserében vállalták a világörökségi épület felújítását. A mennyezetről most is folyik a víz, de erről már nem a tűzoltók tehetnek, hanem a hetek óta tartó eső. Az épületbe egyébként önkormányzati hozzájárulással ma is csak a lakók mehetnek be, ők is csak adott napokon. Tetőtől talpig vizesek vagyunk, de szó szerint. Mert hogy? Hát mert hogy a házon nincs tető, a földszinti lakások vizesek. Esik benne az eső most is. A lakók egy általuk fizetett statikus javaslatára legalább azt szeretnék elérni, hogy egy ideglenes védőtető kerüljön az épület fölé. Kis Róbert szerint az önkormányzat napirendesre vette a javaslatot. Az elmúlt időkben nagy esők voltak itt Magyarországon, az elmúlt két hónapban olyan károk keletkeztek, amelyek lehet, hogy nagyobbak lesznek összességében, mint amekkora kárt maga a tűz okozott. A lakók legalább a lakásukat szeretnék valamikor visszakapni. A beköltözés nagyon-nagyon messze van, tetőt szeretnénk a ház fölé, mert ez az egyetlen módja, hogy mint az épület, mint műemléképület megmaradjon. A felújítás körüli húzavona politikai felhangot is kapott. Itt láthatjuk a szomszédban 150 milliárd forintért akarnak egy múzeumnegyedet építeni. Itt egy épületnek a védőtető megépítéséhez ennek az egy ezrelékét nem voltak hajlandók biztosítani. Az Andrássy úti palotát 1882-ben kezdték építeni, és két év alatt elkészült. A világörökségi épület 21. századi felújítása 14 éve kezdődött, de a befejezés időpontja megjósolhatatlan.